Ez a síp szó már jelezhet is valamit? Igen, kezdődik a második félideje a gyulanapi staféta játékunknak. A szervezőkre is átragadt az önfelett vidámság az 5. gyulai nyugdíjas stafétán. Ez persze nem csoda, ha megnézzük, milyen felvételek készültek az úszóverseny szárazon, férfi divat bemutató versenyszámban. A programon a gyulaiak mellett két nagy szalontai és első alkalommal egy aradi csapat vett részt. Eddig volt, amit megnyertünk, azt tudjuk, és amúgy úgy néz ki, hogy a közepes, tehát utolsók valószínűleg nem leszünk, és nekünk már maga az a tény, hogy itt lehetünk, az egy külön élmény, és örülünk neki, hogy így meghívtak bennünket, és most talán reméljük, hogy a továbbiakban is majd részt veszünk ezen a versenyen. A stafétával Gyulán hagyományt teremtettek. A program nagy érdeme, hogy a résztvevők és a szurkolók ilyenkor közösségben töltik az időt, készülnek, mozognak és kapcsolatokat ápolnak, teremtenek. A városban mindig is fontos volt a nyugdíjasokkal való törődés, a foglalkozás, és mi ezt 5 évvel ezelőtt egy kicsit megfrissítettük, újítottuk azzal, hogy a gyulai nyugdíjasok bevonásával csapatverseny formájában stafétajátékot szervezünk számukra, amely részben szerencse és kreativitás, részben elméleti tudás és mozgás egészség a központja. Sílszerűen az első díj 10 kg alma, a második 10 kg narancs, a harmadik díj pedig 10 kg banán. A versenyt a Gyulai Polgári Érdekvédelmi Egyesület csapata nyerte. A dobogóra a Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének két csapata állhatott fel. A legjobb gyulaiak és szalontaiak hamarosan a balatonfüredi országos döntőben vehetnek részt.